60-as években ez a bizonyos energiaszabadság, amit tapasztaltunk, ez főleg a 60-as években jelentkezett. Amerikában is, Magyarországon is akkor hoztuk létre ezeket a hatalmas erőműveket, központosított erőműveket, amelyek üzen nagyon rossz hatásokkal működtek. Most már rájöttünk, hogy decentralizáltabb helyi erőművek szükségesek, de ez még mindig csak egyféle fokozat, hiszen tudjuk, hogy nagyon sokan kiesnek ebből. Én ezt úgy hívom, hogy egy decentralizált energiaelési lehetőségek, akik még abból a lehetőségből is kiesnek, hogy egy ilyen kis, akár vízi erőmű által termelt energiából részesedjenek. Kimutatták, hogy bizony ezek is, ezek az úgynevezett decentralizált erőművek is a gazdagoknak kérdeznek inkább. Tehát a tehetősebbek, akik meg tudják fizetni, azok kerülnek több helyzetbe, és akik eddig is szegények voltak, ezután még jobban elszegényednek. Tehát nem használ egyik, hogy ezt a közbőség részt nem veszik. Na most hát utána jön a természet. Mert az nem utána jön, hiszen mi tudjuk, hogy mindannyian ebből élünk, de mi hajlamosak vagyunk ezt a leges legvégére tenni, és tisztelnünk eszközt használni arra, hogy megoldjuk az energiaellenésünket, a alternatív energiaellenési szükségleteinket. Nos, amikor azt mondom, hogy ez az egész rázódó nagyon-nagyon eszi annak, hogyha van egy EU szabályozás, van egy globális szabályozás, akkor bizony a fűnyíró elvén olyan dolgokat határoznak meg, amelyek csak számokat látnak. Tehát 20%-ra kell növelni a megújuló zöld energiáknak a részarányát. Ilyenkor, hogy Magyarország is nekilát a hatalmas erőművek létesítésének, csak azért, hogy egyfajta mutatószámot tudjon teljesíteni. Nem veszi figyelembe a természetet, mint olyat, ez sem veszi figyelembe, és ez sem veszi figyelembe a decentralizált helyi erőműveket. Ez ennyire fűnyírójában működő szabályozás. Amikor már figyelembe veszik, el is vannak törekvések, és nyilván erős törekvések is vannak, ott viszont ez a rész majdnem mindig kimarad. Tehát az a rész, ahol a leszegényebb réteg található, és ami a jelenlegi konferenciák témája, hát akik kiesnek ebből a részből. Következő nagyon fontos elem, és a mai előadás is így épül föl, hogy egyszer van egy olyan lehetőség, amikor felismerik a legszegényebb rétegeknek is a helyi, lokális érdekeit, és az egész rendszer azt szerint kezd el működni. Ez az, amikor az állami intézkedések megpróbálnak harmonizálni a lelki szükségletekkel. De bizony vannak olyanok, amikor ezek is sajnos nagyon gyakran előfordulnak, sorra kiesnek ezek az emberek innen. Ilyenkor viszont nincs más megoldás, mint amikor látunk a második részben, hogy a saját lábra állással ezek a közösségek kezdjék el megteremteni a saját energia ellátásukat, mert különben bajban lesznek. Különben egyébként tudnak szólni. Hát nyilvánvalóan a törekvés centralizált központ erőművekből kell ebben elmozdulni, és hogy az egész egy harmonikus egységben tudjon. A sokféleség itt is fontos. Tehát arra ügyelünk, hogy ne úgy legyen, hogy valamiből rengeteget, mondjuk akár napelemekből hatalmas mezőket telepítünk, hanem mindenből keveseknek, egyiknek sem tudjuk még felmérni a hatását. Még a vízi erőműveknek is, és sokan nagyon sokan támogatják a vízi erőművek létesítését, óvatosan kell mi mindennel bánni, ugyanúgy, mint az életben, nem csak az a néhány használatban a biodiverzitás az élőlények sokféleségénél sem, hanem ott is a sokféleség adja az igazi erőt. Ennél is vigyázni kell, hogy ne hogy valamilyen komolyabbat ne csinálunk, tehát mindenről kisebbet próbáljuk megvalósítani az energiatermelés területén is. Most adjuk akkor az első nagy vonulatot. Azt, amikor az állami regionális intézkedéseket elérnek, hogy összehasonlítanak. De milyen intézkedések, milyen helyi érdekekkel történnek összhangban? Például az energiatermelésnél rögtön külön kell választani a villamos energiatermelés, és a fűtési, főzési energiatermelés. Két külön dolog. Két külön igényt elégít ki. Majd meglátjuk. Melyek a jólétnek az ismérvei? Most nyilván a szegénység oldaláról közelítünk ismét. Amikor meg akarunk egy akár fenntartható fejlődést valósítani, akár más szezonba közelítünk, tudunk kell, hogy mit szeretnénk csinálni, és bizony a jóléte
tiszta ivóvíz öntözése idegenellenében kiemelten fontos. Oktatás egészségügyére a szintén kiemelten fontos. A helyi önkormányzatok támogató működése, működtetése szintén fontos. És a villamos energia mint olyan, hogy legyen mindenhol villamos energia, ezeket csak erősítheti. Ha nincs villamos energia, mert többi megvan, az már egy nagy pozitívum, tehát ez egy nagyon jó dolog, de ezt a folyamatot fölerősítette a villamos energia jelenlétet, megvétel. De magában az, hogy villamos energiát adjunk mindenhova, az csak egy eszköz lesz, és a többi jelzik, akkor azzal sokkal nem mennek, és a szegénység itt úgy marad, mint többi. Nézzük, Kuba hogyan járt a legjobb szempontból. Amit ő tőtted a győjék 1992-es konferenciókkal megfogalmaztak, az a fenntartható fejlődésnek megfelelő intézkedés sorozat volt, viszonylag komoly intézkedés sorozat, tehát nyilván ők akkor már tudták, hogy ki kell valami, és ezt az utat választották. És párhuzamosan a fenntartható fejlődés és a szegénység csökkentése párhuzamos célokként fogalmazottak meg. Első legjobb volt a munkaerőigényes, tehát minél több embert foglalkoztatni, kis léptékű megoldásoknak a keresése és a gazdasági növekedés is átcsoportosították. Tehát más nem is ezen tudtak csinálni. Még ami a kitörési formák két nagyon nagy iparágban azonban belefogtak, az egyik a turizmus volt, a másik a bányászat, hogy valamilyen külföldi fizetőeszközt szerezzenek maguknak. És így bizony egyiknél sem törődtek annyira nagyon a környezettel, de ahol viszont ezt megengedték, ilyen a dolgoknak, ott viszont nagyon komolyan szem előtt tartották, tényleg az energetikai gyakorlásoknak. Az oktatáshoz és az egészségügyhöz való hozzájutást nagyon fontosnak tartották, 93-tól elkezdett ütemben szerint már több mint 2000 iskola és körülbelül 300 egészségügyi intézmény, VDK-t, kórházat, vidéken, most nyilván a vidéktől van szó, önálló villamos energiaellátását oldották meg, hiszen azoknak viszont nyilvánvalóan a központi helyeknek fontos a villamos energiaellátás, így az egészségügyi intézményeknek és az oktatásnak, tehát hogy a váz, az ország váza rendeletben. Itt most nem alaposokról van szó, hanem az egyik rendszernek a működtetéséről van szó. Szociális háló kiterjesztése. Ne essenek ki a szociális hálóban. Egy-két adatot mondok meg ezzel kapcsolatban. Kuba a GDP-nek kb. 10%-át, 9,3%-át fordítja az oktatásra. Magyarországon ez 5,3 és az USA-ban is 5,3. Most itt az előfeszítést nézzük elsősorban, nem a konkrétumot. Tehát mennyire komolyan veszek. Felmérések szerint, ha Kubában valaki vidéken nő föl, amit mi úgy gondolunk, hogy egy elmaradott térségben nő föl, tehát egy fejlett városi környezetben nyújtva nem mutatható ki esélyegyenlőtlenség a kettőjük későbbi karrierje szempontjából.